Újságírók kint, jobbikosok bent. A sajtó teljes kizárásával tartott a tisztújító kongresszusát a Jobbik Budapesten. Az ellenzéki párt új elnököt választott, miután Vona Gábor az országgyűlési választás után lemondott a tisztségről. Mivel azt ígértem, hogy ha nem a Jobbik nyeri a választásokat, akkor én lemondok és benyújtom a lemondásomat, és mivel szoktam tartani szavamat, természetesen tartom most is, vagyis benyújtom a lemondásomat. Helyére ketten pályáztak. A Vona által megkezdett néppártosodást folytatni kívánó Schneider Tamás, és a párt korábban Vona által háttérbe szorított radikális vonalát is képviselő Torockai László. Eddig mindketten alelnökök voltak. Az elnök mától Schneider Tamás, aki lényegében 54%-át szerezte meg a szavazatoknak, Torockai László pedig 46%-ot kapott. Schneider Tamást a 90-es évek elején még Roy néven ismerték sokan. Az EGRI Nemzeti Ifjak nevű szervezet vezetője volt. Erről beszélt 2010-ben a házon kívülnek az egykori megyei rendőrfőkapitány is. Természetesen ismert volt az akkori Nemzeti Ifjak vezetése, illetőleg az Kinyert Mozgalmat Egerbe irányítóknak a személye, és ennek tény is való, hogy emblematikus személye volt akkor Schneider Tamás. Schneider korábban felfüggesztett börtön kapott, amiért megütött egy cigány fiatalt. 2006-ban részt vett az MTV székház ostromában és több kormány ellenes megmozduláson is. 2010-től viszont már inkább öltönyben mutatkozott. 2014-ig a Szociális Bizottság elnöke volt, a most véget ért ciklusban pedig a többi ellenzéki párt tiltakozása ellenére az országgyűlés alelnöke lett. Az elnökválasztás szoros eredményével nem mindenki volt elégedett. Mirkóczki Ádám bejelentése alatt bár még tartott a szavazás az elnök helyettesekről és az elnökség tagjairól, sok Jobbik küldött távozott a kongresszusról. Egyikük a szavazókártyáját is látványosan a földre dobta. A vesztes Torockai László a hvg.hu-nak azt mondta, egyelőre megtartja a pártagságát, de napokon belül eldönti, ki lép-e. A Torockaival együtt induló Dúró Dóra vissza is lépett az elnök helyettesi poszttól, amelyet így Gyöngyösi Márton nyert el.